Szia! Köszöntelek újra a csatornámon. Budai Timea vagyok, és a mai nap pedig folytatni fogom a zölddel kapcsolatos színkeverést, méghozzá olyan módon, hogy most a zöldhöz narancssárgát fogok keverni. Az előző videók egyikén megnézhetted, hogy mi történik akkor, hogyha a zöldhöz permanent citromsárgát adunk hozzá. Most haladunk sorba a színkörön, és a következő színünk ez a narancssárga lesz. Szeretném nyomatékosan kifejezni azt, hogy ezek a felvételek, ezek abból a célból készültek, hogy megmutassam a kezdőknek a színkeverést, hogy ne otthon próbálkozzanak és feleslegesen dobják ki a kukába a festéket, hanem egyfajta útmutatót kapjanak a színkeveréssel kapcsolatban. Így most szeretnék végigmenni tulajdonképpen az összes színen, az összes színt össze fogom keverni tulajdonképpen az összes színnel, és világosítani, illetve sötétíteni fogom, majd pedig a későbbiek során pedig még inkább bele fogunk menni a színkeverésbe. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Nézzük meg akkor a következő szín keverését, és már ki is készítettem magamnak ide. Titánfehéret fogok használni, a permanent zöldet és a permanent narancssárgát. És akkor kezdjünk is hozzá. Beállítom a videót, hogy mindenkinek jó legyen. Jó. És akkor kezdjünk. Tehát a zöldnek a különböző árnyalatát keverem ki. Papírtörlőt fogok használni. Hozzá kell tennem, hogy ez a festék, amit most használok, ez egy eléggé sűrű állagú festék. Azért fogok hozzáadni valószínűleg egy kis vizet. És akkor nézzük. Tehát a zöldnek a különböző árnyalatát keverem ki. És először is a zöldet ide felkeverem, hogy felfestem, mindenféle másfajta szín hozzáadása nélkül, majd pedig ugye, ahogy gondoltam, és ezt a mai videót, a zöldhöz hozzáadok egy, először is a zöldből kiveszek egy kicsit magamnak, most így demonstrációs jelleggel, kiveszek a zöldből, és ez a zöldhöz hozzáadok egy kis narancssárgát. Meg fogod látni, hogy hogyan fog majd alakulni a zöld szín, akkor, amikor narancssárgát fogok hozzáadni. Tehát hozzáadtam egy kis narancssárgát, majd pedig következőt fogom csinálni. Ehhez a színhez pici adagokba hozzáadok fehéret, hogy lásd, hogy mi történik akkor, hogyha a zöldhöz hozzáadott narancssárgához fehéret adunk hozzá. A legvégének a skálának fehérnek kell lennie. Addig fogok menni. Mindig az előzőleg kikevert címhez adok hozzá fehéret. És akkor körülbelül el is értünk a fehérig. Most nézzük meg, mi történik, hogyha a zöldhöz még több narancssárgát adok hozzá. Kimostam az ecsetem, és le is törlöm. És akkor kiveszem megint a zöldből, és most egy kicsit több narancssárgát fogok hozzáadni, mint amit az előbb adtam. És ide rakom. Na nézzük. Jó. És most ehhez a színhez adom hozzá a fehéret kicsi adagokban.
Még a palettámon is egyre hosszabb ez a sor, hogy adom hozzá a fehéret. Tulajdonképpen a palettámról is lehet olvasni. És a legutolsó pedig a fehér. Jó, megyünk tovább. Most mi következik? Megint a zöldhöz, még több narancssárgát fogok adni, tehát kiveszek a zöldből egy picit. És akkor adagoljuk hozzá a zöldet, most, vagyis a narancssárgát. Most megpróbálok, még jó, hogy egymás mellett vannak itt az árnyalatok, mert megpróbálok az előző színhez nem hasonlót, hanem egy kicsit narancssárgásabbat kikeverni, és ez úgy látszik, hogy sikerül is. Mert ugye ez a cél. Igen. Igen, most már jobban lehet látni. Na tehát, zöldhöz adtam kicsit több narancssárgát, és szépen oda kell kenem a vásznomra. Majd pedig ehhez a színhez adok fehéret. Kivilágosítom. Nézd meg, hogy hogyan változik a szín. Akkor, amikor a zöld narancssárga keverékéhez fehéret adok. Gyönyörű ez a szín. Ugye itt most lehet látni, hogy elég nagy ugrás van, de még egy lépést be lehetett volna iktatni, de nem probléma. Így is lehet látni szerintem a változást. Tehát minél több narancssárgát adsz hozzá, teljesen más színűvé válik a festék. Jó, és még egy lépés, hogy meg legyen ez az utolsó, nagyon világos. Jó. És akkor haladunk megint tovább, kimosom az ecsetem. Megint kiveszek a zöldből, félrerakom, és most még több narancssárgát adok hozzá, hogy az előzőleg kikevert narancssárga zöld keverékétől még világosabbat kapjak, még narancsosabb árnyalatú legyen. Igen. És akkor ez lesz az a cím, majd csak egy kicsit sötétítek, mert most megint nagy lesz a kontraszt, az előző. Igen. Ja, na nézzük. Oké, és akkor ehhez a színhez adom hozzá pici adagokban a fehéret. Gyönyörűen lehet látni ezt a színsort is. És akkor megyünk tovább. Megint zöld. És még több narancssárgát adok hozzá. Ilyen mustár színű-szerű lett. Ecsetem már jól beleforgatom a színbe, hogy ne legyen olyan círmos, csíkos a szín, és akkor nézzük. Most már narancsosabb árnyalata is van a színünknek, és akkor ezt a színt fogom most kivilágosítani, és nyomok is ki magamnak fehéret, titánfehéret használok.
milyen furcsa, hogy hogy jutunk el a zöldtől az ilyen okkeres árnyalatos színhez. Nem is gondoltad volna, ugye, hogyha a zöldhöz narancssárgát keversz hozzá, akkor ilyen okkeres árnyalat lesz. Igen, akkor amikor már nagyon sok festék van az ecsetemben, akkor kitörlöm belőle a papírtörlőmre. Jó. Nagyon szép. Gyönyörűek ezek a színek. És akkor megyünk tovább. Még azért van a palettámon hely. Kiveszek egy picit a zöldből, és rakok hozzá nagyon-nagyon-nagyon sok narancssárgát. Tulajdonképpen most már átbillent a narancssárga irányába a szín. Amikor ezzel megvagy, ezt a színt ide felkeverjük, felrakjuk, és most ehhez fogunk hozzáadni kicsi adagokba fehéret. És a végére eljutunk megint oda, hogy fehéret kelünk fel. És akkor még mindig lehetne kicsit fokozni, és most megint elfogyott a fehérem. Azt javaslom, hogy ahányszor színt kevertek, a fehérből kétszer-háromszor nagyobb mennyiségű festéket vegyetek a titánfehérből, mint bármelyik más színből. Na, akkor nézzük. Itt van egy ilyen a narancssárgám, és egy icipici zöldet adok hozzá. Tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy nagyon pici zöld narancssárgát raknék hozzá. És akkor most innen ebből a színből fogunk kiindulni. Rakok hozzá egy kis fehéret. Letörlöm az ecsetem, mert rengeteg festék van benne. Milyen szépen lehet látni, ugye? Jó, oké. És akkor most elmegyek, kicserélem a vizet, mert fehéret tartalmaz a vizem, és ezzel a fehér színű vízzel nem lehet a sötétítést megcsinálni.
akkor folytassuk tovább. Ugyancsak zölddel és narancssárgával fogunk dolgozni. Kupakot mindig csavarjátok rá az akrilfestékre, hogy ne száradjon be. Zöld narancssárga és fekete. Jelen esetben vasoxid feketét fogok használni. És akkor nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha a zöldhöz narancssárgát adok, és azt sötétítem feketével. Na nézzük. Tehát van a zöldem. Ha túl sok víz van az ecsetedbe, akkor rakd le, légy szíves a papírtörlődbe. Rakok hozzá egy kis narancssárgát. Nézzük meg, milyen szín lesz belőle. Ez a szín. És ehhez a színhez szépen most adok kicsi adagokba feketét. Nagyon csinyán kell bánni a feketével, mert akkor nem fogjuk meg tudni csinálni több lépésben az árnyalatokat, a sötétítést. Tehát mit csináltam? A zöldhez adtam egy kis narancssárgát, és most sötétítem feketével. És a legvégén fekete. Jó. Oké, ez megvan. Megyünk tovább. Most megnézem, hogy az előbb milyen színt kevertem ki a zöld és a narancssárga keverékéből. Most attól egy kicsit világosabbat fogok keverni. Tehát zöld, narancssárga. Összekeverem, és most megint sok víz van az ecsetembe. Azt lerakom a papírtörlömbe. Jó. És most ezt a színt fogom sötétíteni. Pici adagokba fogom hozzáadni a feketét. Látod, hogy mindig az előzőleg besötétített színbe teszem hozzá a feketét. Nem megyek vissza az előző nekben kikeverthez, és már mindjárt el is érem a feketét, meg is van. Jó, megyünk tovább. Most mit kell csinálnom? A zöldhöz még több narancssárgát teszek. Zöld. Kicsit nagyobb adagot csinálok, hogy jobban lehessen látni. Jól összekeverem, hogy ne legyen círmos a festékem, amit felteszek. Oké. És ehhez a színhez rakok hozzá most kicsi adagokban feketét. Mindig látod, a festék pöttyömnek a széléhez rakom a feketét. Nem az egészet kutyolom össze. Meg is érkeztem a feketéhez. Oké, megyünk tovább. Lemosom az ecsetem. Megint kiveszek a zöldből. És most megint rakok hozzá narancssárgát. Többet, mint amit az előbb hozzátettem. Világosabb árnyalatot fogok kapni. Na nézzük. Hát ez még majdnem ugyanolyan, mint az előző volt. Rakok hozzá még több narancssárgát, na nézzük. Jó, oké. És akkor feketét adok hozzá.
egyre több feketét adok hozzá a festékemhez. A vége pedig ennek a sornak a fekete lesz. Már itt be is fejezhetem, úgy látom. Megyünk tovább. Megint ugyanazt csinálom, mint amit az előbb. Pici zöld, még több narancssárga. Az előzőhöz képest sokkal világosabbat kapjak. Már most már lassan át fog menni a narancssárga irányába a szín. Igen. És akkor kezdjük. Pici adagokba adom hozzá a feketét. Jó. Akkor menjünk tovább. Következik a következő sáv. Pici zöld, még több narancssárga. Most már át fog lendülni a narancssárga irányába. Tulajdonképpen olyan lesz, mintha narancssárga lenne megszínezve egy kis zölddel. És most ezt a színt fogom sötétíteni feketével. És a vége itt is a fekete lesz. Jó. Ugye lehet látni, hogy zöldből indultunk el, majd pedig egy bizonyos idő után átbillen ez a zöld szín narancssárgás árnyalatúvá. És akkor most még kevesebb zöld és még több narancssárga. Most ezt a színt fogjuk besötéteni. És az utolsó a fekete. Hogyha még csinálnék ide még egy sort, az körülbelül már olyan lenne, mint hogyha csak a narancssárgát. Egy nagyon pici zöldet belehúzok, tényleg csak egy nagyon picikét. És kezdem előről megint azt, amit eddig is csináltam, sötítem be ezt a színt. Pici adagokba adom hozzá a feketét. Ja. Na hát, nagyon szépen lehet látni azt, ami a célom is volt
ez a mai felvétele, méghozzá a színkeverésnek egy következő lépését mutattam meg, ami a zöldet illeti. Méghozzá azt csináltam, hogy a zöldhöz kis adagokba raktam a narancssárgát, és minden egyes lépésnél pedig fokozatosan adtam hozzá először a fehéret, majd pedig a zöldhöz kis adagokba adtam hozzá narancssárgát, és fokozatosan adtam hozzá kis lépéseként a feketét. A következő színeket tudtam vele kikeverni. Mint ahogy az előbb is mondtam, van egy bizonyos pont, amikor átlendül a narancssárga irányába ez a zöld színű festék. Határozottan meg is lehetne húzni egy vonallal, hogy melyik hanyadik lépés után következett be. Most ez nem csak ennyi lépésből áll, amit itt láttok, hanem ez lehetne milliónyi lépésre lebontani. Tehát nagyon pici adagokba hozzáadni a narancssárgát, nagyon pici adagokba hozzáadni a feketét, és itt rengeteg szín lehetne még skála, szín lehetne még jobbra, illetve lefelé is. Ezt most így nagyjából megpróbáltam nektek megfesteni. Úgyhogy, hogyha tetszett ez a videó, akkor várlak téged a következő videókon is, ahol majd a piroshoz, és már most le is lőttem a poént, a zöldhöz pirosat fogok hozzáadni, és azt fogom kivilágosítani fehérrel, illetve a zöldhöz pirosat fogok hozzáadni, és azt fogom sötíteni feketével. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál, légy velem a következő videókban is, iratkozz fel a csatornára, és látsz egy kis csengőcskét a feliratkozás mellett, hogyha arra rákattintasz, akkor értesítést fogsz kapni a következő videóknak a premierjéről. Örültem, hogy itt voltál, alkoss nagyot! Szia!